Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Engedjétek meg, hogy bemutassam vendégeinket. Vendég oldalról Vámos Mirát és Szilágyi Zoltán vezetőedzőt, hazai részről pedig Krisztina Prikacsint és Marosán György vezetőedzőt. Először a vendégek játékosát szeretném megkérni, hogy értékelje a találkozót. Köszönöm szépen. Én szeretnék gratulálni a szombathelyi csapatnak. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Sokat készültünk erre a mérkőzésre, de mégis döcögött a szekér. De azt gondolom, hogy összességében mindig tudtunk valami plusz hozzátenni a lázabb szituációkban, és ez elég volt a két pont megszerzésére. Köszönöm. Igen, én is szeretnék gratulálni a Szombathelynek, hiszen 60 percen keresztül nagyon megnehezítették a dolgunkat. Egyébként én erre számítottam, már az előző fordulóban bebizonyította a Szombathely Dunaújvárosban, hogy kis ilyen majdnem meglepetést okoztak. Ezért is számítottam nehéz mérkőzésre, ezt megkaptuk, de elsősorban azt gondolom, ezt a mérkőzést már nagyon sokszor a 60 perc során megnyerhettük volna, és csak magunkat okolhatjuk elsősorban azért, hogy ezt nem tettük meg. Támadásban kifejezetten sok hibával játszottuk, és mindig, amikor azt érzem, átbillent volna a mérkőzés, akkor hibáztunk bele, és nagyon szívósan, folyamatosan zárkózott, és próbálta ezt a hibát kihasználni a Szombathely többnyire eredményesen. Védekezésben is voltak problémáink bizonyos időszakokban. Ettől függetlenül tényleg azt mondom, hogy örülök a kettő pontnak, a mutatott játéknak azért nem teljesen. Én biztos vagyok benne, hogy itt Szombathelyen sok csapat meg fog izzadni, és biztos vagyok abban, hogy fognak itt akár még meglepetések is születni. Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Én is természetesen gratulálok a győzelemhez, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Hát egyszer úgy kipróbálnám most már, milyen az egy mérkőzést menedzselni, mert tehát személyi állományban nagyon nem tudok belenyúlni. Kevesen vagyunk, de talán majd ez változni fog. Én úgy gondolom, hogy amit mondtam a lányoknak itt a meccs után egyből, hogy nyugodtan kimehetünk a szurkolókhoz megköszönni a támogatást, nyugodtan a szemükben nézhetünk, mert mindent kiadtunk magunkból. Azt mondjam, sajnos 60 percig tartott ez a mérkőzés is, még ezt nem sikerült megváltoztassuk a kézlabda szabály könyvében, viszont ez a 60 perc, ez így kevesen vagyunk, tehát próbáltunk játszani az idővel, az energiákkal, de persze jöttek rossz döntések megint csak a végjátékban is a fáradt emberektől, most még a Horváth Petrával is kevesebben voltunk az első percben, vagy második percben sérült meg, de az, amit én mondtam tegnap, vagy tegnap előtt a meccs előzetesnél, hogy nagyon pozitív energiákat érzek, és tényleg nagyon, nagyon akarunk, és jó a hangulat, és tudjuk a céljainkat, ennek megfelelően dolgozunk, ma is kiadtunk magunkból mindent, megtettünk mindent, hogy megverjük a Debrecen csapatát. Jobb erőkből, nem kell ezt túl bonyolítani, sokkal jobb erőkből áll a Debrecen, sokkal többen vannak, de jobb csapat, nem ugyanazok, a célokért küzdünk, a következő hazai mérkőzésen nyerni kell. Tehát ott már nem lesz elég az, hogy kiadtunk magunkból, mindent meg akartunk, ott kell a két pont. Nagyon bízok benne, hogy többen leszünk, mert az is egy borzasztó nehéz feladat lesz, ha ennyien maradunk. Dobro, uglavnom čestitam protivničkoj ekipi na pobjedi. Mislim da smo pokazali da smo definitivna ekipa koju treba respektirati. Da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu, da možemo svi zajedno biti zadovoljni. Elégedettek lehetünk a játékkal. Ali također napravili smo par grešaka koje mislim da smo na kraju jednostavno sami sebe pobjedili i da ćemo pokušati daljnjim utakmicama i treninzima to popraviti i pokazati zašto smo tu i boriti se za... Čináltunk olyan hibákot, amik egyéni komoly hibáink voltak, ezen fogunk, én egészen biztosan benne, hogy ezen fogunk dolgozni a mérkőzés után az edzéseken, hogy a jövőben ezeket az egyéni hibákat se kövessük el, és győzelemben tudjuk majd megérteni ezt a győzelemben. Én borít csomó szót a kráj, pokazod, hogy a kipa most a puna vissza dolga, és azt mondanám, ezt pokazd. És harcolni fogunk a végsőkig, hogy megmutassuk, hogy még ennél is sokkal többre képes ez a csapat, mint amit ma megmutatott.